Szeretnék üdvözölni mindenkit a Geek Buying Black Friday, azaz Fekete Péntek napi vásárlási kalózában. Ez a videó a Geek Buying megbízásából, a Geek Buying támogatásával készült. Ahogy azt valószínűleg tudjátok, minden bolt számára egy nagyon fontos nap a Black Friday, ugyanis ez az a nap, amikor valószínűleg az egész évben látható legnagyobb forgalmat fogják generálni, annak köszönhetően, hogy leakciózzák a különböző termékeiket igencsak jelentős mértékben. Most nyilván arról veszekedhetünk, hogy melyik bolt teszi ezt teljesen megbízhatóan, és melyik az, amelyik előtte artificiális módon fölemeli az árakat, és majd utána visszaakciózza azokat. Ebben most nyilvánvalóan nem szeretnék belemenni, én most a Geekbuy-nak az értékeit szeretném itt megnézni egy kicsit közelebbről, illetve az, hogy az ő oldalokon milyen lehetőségeink lesznek, és bizony lesz itt egy-két igencsak érdekes lehetőségünk, valamint akciók egészen a 15-20%-tól kezdve akár 80%-ig kiterjedve. Szóval szerintem vessük is bele magunkat. Legelőször is szeretném a figyelmünket idefordítani az online vásárlási kalauzra, ahol láthatjuk, hogy mi most ebben az utolsó kategóriában vagyunk, ami azt jelenti, hogy 26-ától, azaz tegnaptól egészen 30-ig terjednek ezek a fantasztikus akciók, amiket most tapasztalni fogunk. Csak úgy, mint a 11.11-es ünnepen, itt is elérhető egy-két kupon, ugye, hogyha egy bizonyos összeg fölött költünk, szóval ezeket mindenképpen ki fogjuk tudni használni. Illetve különböző kuponjaink vannak azokra az esetekre, hogyha egy-egy különböző termékkategóriát szeretnénk ugye, kiválasztani és azon belül vásárolni. Ez alatt pedig meg tudjuk nézni különböző országoknak a rendelkezésre álló készlét különböző termékekből. Ezek alatt már csak egy kis hirdetést láthatunk arra, hogy nem feltétlenül kell ezt az egészet asztaligépen csinálnunk, hanem hogy a mobil alkalmazás is elérhető a Geekbuying részéről. Tehát abban az esetben, hogyha OTG szeretnétek vásárolni, van rá lehetőségetek. És most ránézhetünk az esemény fő oldalára. Ahogy láthatjátok, egy hatalmas nagy 72 órás kedvezmény időszak áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy különböző termékeket szerezzünk be magunknak, ugye a leakciózott cuccok közül. Ennek a videónak a felvétele 11-26-án történik, azaz egy nappal azelőtt, hogy fel van töltve, és ahogy láthatjátok, hogyha előre kattintunk, akkor egyelőre nem tudjuk, hogy mennyibe fognak kerülni ezek a termékek, azonban ugye azon a napon, vagyis jelenleg 11 óra múlva, ez ki fog derülni, és akkor fogjuk meglátni, hogy mennyibe is kerülnek, szóval ezek között mindenképpen érdemes szétnézni abban a pillanatban, hogy lehet. Ezért azt mondom, hogy érdemes fönnmaradni, hogyha valamelyik termék érdekel minket a következő napokról. További nagyon alacsony áron elérhető termékek láthatóak még itt legalacsonyabb ár névfeltüntetése, és ahogy láthatjuk, itt elérünk például a Tronsmart Apollo bold, ami legutoljára, amikor néztem, egy ilyen 35-40 ezer forintos fülhallgató volt, most pedig 25 ezerére tiétek lehet. Erről a fülhallgatóról nemrég csináltam egy videót, egy nagyon jó aktív zajszűrős fülesről beszélünk, szóval érdemes lehet rajta elgondolkodni. Illetve azt is láthatjuk, hogy most van olyan lehetőségünk, hogy több terméket vásároljunk egy alkalommal. Erre egy fantasztikus példa a T6 Plus, és annak egy hordozó tatyója, ami ketten együtt többbe kerül, mint hogyha megvennénk csak a hangszórót, szóval igen, ezek eléggé jól hangzanak. Ott láthatunk különböző fogyasztói elektronikai cikkeket, itt vannak különböző fülhallgatók, hangszórók, illetve ilyen kisebb kiegészítők, amiket az emberek általában használhatnak. És itt nyilván nem a 140 ezer forintos lézer gravírozógépről beszélek, srácok, nyugalom. Emellett különböző okos otthoni cuccok, mint például a légtisztító, porszívó, meg futógép, meg ilyesmi mókák vannak még itt. Illetve az elektronikus személyszállításnak is van itt néhány éllovasa, itt gondolok a Kugó termékekre, illetve egy-két Fido bicikli is megtalálható itt, sőt még a Xiaomi-nak a rollerei közül is itt van egy-kettő darab. Laptopok és tabletek, hogyha szeretnénk innen rendelni bármi ilyesmit. TV-boxok, különböző távirányítási járművek, hordozható aktivitásmérők, telefonok és PC kiegészítők, amit ne kérdezzetek, hogy miért van egy kategóriába véve, de egy kategóriába van véve itt most. Illetve csak úgy, mint a dupla 11-es ünnepnapon, itt is vannak 5 napos szállítást garantáló lehetőségeink, amiket láthatunk, hogy különböző raktárakat tudunk kiválasztani, és onnan tudunk ugye rendelni különböző termékeket. Mert azt jelentem, hogy spanyol raktárból 28 ezer forint a T6 Max. Természetesen az ajánlatok normálisan le vannak bontva kategóriákra. Itt adjuk az átlag felhasználói elektronikai eszközöket, amiből itt jóval több darabot figyeltünk meg, mint az előző oldalon. Vannak itt egészen kontrollerektől, távirányítós eszközöktől, különböző fülhallgatók, hangszórók, azoknak ilyen csak nagy felhozatala. És ahogy láthatjuk, vannak olyan lehetőségeink, hogy egyszerűen kettőt vennünk valamilyen Bluetooth eszközből, gondolok itt mondjuk a T2 Plus-ból tudunk duplát venni, és az a kettő kerül 17 000 forintba, ami nem sok, de már-már kevés.
Ahogy láthatjuk, tényleg igazán szép választék van, majdnem azt mondom, hogy mindenféle termékből, de természetesen nem ez az egyetlen olyan kategória, amiben megjelenhetünk itt. Van ezen kívül még a laptopok, illetve telefonok és TV-boxok. Hogyha esetleg valamivel szemeztetek ezen az oldalon, és ebben a kategóriákban esik, akkor nagy valószínűséggel most ez le lesz akciózva. Itt egészen Xiaomi tabletektől, Huawei laptopokon keresztül, akár vissza Xiaomi telefonokig, illetve OnePlus mobilok kaphatóak, még itt különböző routerek, meg egerek, meg billentyűzetek, meg hasonló vidámságok. És nyilván nem maradhat ki a felsorolásból az okos, otthonos eszközök sem, úgy, mint a porszívók, a légfrissítők, a ventilátorok, az a robotporszívók, illetve az olyan egészségügyi dolgok, mint mondjuk futópadok, vagy kisebb súlykészletek, illetve hasonló érdekességek. Talán számomra az egyik legérdekeltebb kategória az az elektromos járműveknek a szekciója, ahol meg lehet nézni, hogy pontosan mennyire nagy árzuhanáson estek át a termékeknek a nagy része. És itt láthatjuk, hogy nem csak ugye egyszer rollerek, meg ezek a kis roller-bicikli hibridek találhatóak, hanem komoly nagy elektromos bicikliket is lehet ugye innen rendelni, amiben minket az izgatna jobban, afelett, hogy nyilván itt vannak szegvélyek, ugye különböző elektromos skateboardok, ami egyébként gördeszka magyarul, de valamiért ide lettek rakva a szobabiciklik. Ez nagyon mókás, kedves Geekbuying, ezt szeretném nektek megmondani, hogy az nem jármű. Majd egy biciklinek bicikli, de nem úgy jármű. És most még így a végén szeretnék visszajönni a legelső oldalra. A legelső oldalra, ahol is láthatunk egy felhívást, miszerint, hogyha november 16 és november 27-e között rendeltél bármilyen terméket, ami most le van akciózva, akkor nem kell fognod a fejedet, hogy milyen rossz döntést hoztál, ugyanis a Geekbuying visszautalja neked azt az összeget, amivel többet fizettél, hogyha ugye jelzed ezt feléjük, hogy most ugye le van akciózva a termék, amit megvásároltál te a leakciózás előtt. Ez egy fantasztikus lehetőség, és ezzel gyakorlatilag azt mutatják, hogy igenis komolyan gondolják azt, hogy Black Friday van, és hogy leakcióznak termékeket. Aminek nagyon örülök, hogy itt nem történt meg az, amiről ugye beszéltem, hogy ugye szépen lassan feltornázták a termékeknek az árát, és majd utána Black Friday-kor újra leakciózzák az eredeti ára őket. Hiszen amikor én bemutatok egy adott terméket, akkor általában annak az árával én számolok abban a videóban, és nekem az ugye megvan írva, hogy az mennyibe kerül. Na most ezek a termékek itt mind olcsóbbak, mint amikor én bemutattam őket, mármint nyilván amelyiket bemutattam. Szóval ez valami, ami biztosíthat minket abból, hogy igenis jó ajánlatokat fogunk kapni, hogyha ilyenkor vásárolunk náluk. Amiben megjött a kedvetek a vásárláshoz, vagy csak egyszerűen láthatok valamit a videóban, ami kifejezetten felkeltette az érdeklődéseteket, a linkek ott vannak a leírásban, amiken keresztül eljuthattok ezekre az oldalakra, illetve ezekhez a termékekhez, hogy ezeket használjátok, legyetek szívesek, ugyanis ezen keresztül fogják tudni nézni, hogy pontosan milyen forgalmat tud generálni ez a videó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, és legyetek jók, sziasztok! A mai videót még egyszer mondom, hogy a Geekbuying megbízásából készítettem, és ezt a videót a Geekbuying támogatta. Köszönöm szépen még egyszer, és sziasztok!